Gőzerővel fűzik be a hajtásokat az egyik Győr melletti szőlőbirtokon. A májusi hűvös idő miatt nem fejlődött a megszokott ütemben a szőlő, ezért ezekkel a munkálatokkal kicsit megcsúsztak a szakemberek. Aggodalomra azonban nincs ok, már elkezdték a szüreti eszközök előkészítését a telephelyen. Jelenleg hajtásbefűzést csináljuk, egy picit elkéstünk vele, ugye nagyon hűvös volt a május, nagyon nehezen indult meg a szőlő, és utána hirtelen volt egy felmelegedés, úgyhogy ezzel a munkáltal sajnos egy picit elcsúsztunk. Amúgy a növényvédelem folyik, illetve a karbantartások, tehát hogy egyrészt a gépeket is elkezdtük már felkészíteni a szüretre, ugyan még van egy hónapunk, de sosem árt időben rákészülni. Ilyenkor azt látjuk, hogy egy nagyon szép szüret lesz, tehát szép egészséges a szőlő, egészséges a lombfal, tehát az eddig elvégzett munkák azok jól sikerültek. Megnyugtató látvány a borásznak, ha szépen fejlődnek a fürtök, ha valami váratlan időjárási anomália nem történik, a szokott időben közvetlenül augusztus 20-a után az írsai olivér leszedésével megkezdődhet az idei szüret. Augusztus 20-a után fogjuk elkezdeni valószínűleg a szüretet, mint mindig az írsai olivérrel fogunk kezdeni. A jelen állás szerint azt látjuk, hogy nagyon szép termés ígérkezik. Nagyon örülünk, hogy elkerült minket a jég. Ez egy nagyon fontos, hiszen látjuk, hogy a környezetünkben milyen károkat okoztak ezek a nagy esőzések. Ugye itt is volt egy vasárnapi nap, amikor 100 mm esőt mértünk, de szerencsére az a szőlőben nem okozott nagy károkat. Nem véletlenül láthatók gyomok és különböző növények a sorok között. Ez a módszer segíti a borászokat a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék elleni küzdelemben. Felkészülni időjárásra nem nagyon lehet, amit tudunk tenni egy nagyobb esőnél, vagy egy nagyobb eső előtt, hogy mi igyekszünk nagyon kevés talajmunkát végezni. Tehát minél inkább hüvesen, gyomosan tartani a sorokat, azt ápolni nyilvánvalóan, tehát nyírni a gyomot, de viszonylag kevés mérétegű talajmunkát végezni, pontosan azért, mert a legtöbb területünk az lejtős, és egy ilyen esőnél, mint múlt vasárnap 110 mm itt a borvidéken, hát ez iszonyú károkat tud okozni, úgyhogy erre kell leginkább felkészülni. Nyilván a növényvédelmi szempontból próbálunk reagálni. Itt is nagyon sokat segít, hogyha füvesek a sorok, sokkal előbb ki tudunk menni permetezni, mint egy frissen tárcsázott sorba. A cseripincészet borai az ország szinte minden pontján fellelhetők, elsősorban a szállodák, éttermek és különböző vendéglátóhelyek polcain. A közel másfél éve tartó járványhelyzet után a helyek nagy része újra nyithatott, ez pedig már meglátszik a pincészet rendelésein is. Úgy látjuk, hogy a felső, közép és közép kategóriás éttermek azok elindultak. Nyilván a prémium éttermek, főleg Budapesten, meg a vidéki városokban is legfőképpen a külföldi turistákra építkeznek. Ők azért még nem nagyon vannak meg itt a környékünkön, meg Budapest is ilyen szempontból üres, tehát a szállodák azok üresen állnak jelen pillanatban. De alapvetően azt látjuk, hogy szép lassan elindul az élet, úgyhogy ezeket a rendeléseken már érezhetően látni, hogy kicsit elindult a történet. A borászatok is kezdenek fellélegezni tehát, és egyre többen vágnak bele saját rendezvénybe is. Az ugyancsak a Pannonhalmi borvidéken található pincészet a Pécsinger szőlőbirtok hétvégén tartja már hagyományosnak mondható programját, a borlementét. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy újra elindult az élet. Számos rendezvény volt az elmúlt időszakban is a városban, ahol szerepet kaptunk. Én azt gondolom, hogy ez jó nekünk, jó a borász kollégáknak is. Itt a rendezvényen lehetőségünk van nyilván megmutatni magunkat, de nem feltétlenül csak rólunk szól ez a rendezvény, hanem egész egyszerűen ez egy örömünnep, és mi annak is szánjuk, hiszen egy családi emléket, vagy egy családi pillanatot nagyítunk itt fel, hiszen a nyár elején szoktunk az édesapám és én leülni itt a borászat teraszán, és elborozgatunk, elbeszélgetünk egymással, és ebből írtam mindig egy ilyen nagy családi fiesta lesz, és nagyon sokan vagyunk, hála jó Istennek, és ugyanezt a rendezvényt nagyítjuk föl, hát jó pár száz fősre. Pécsinger János szerint is szép lesz az idei termés. Ő augusztus 24-26-a környékére prognosztizálja a szüretet. Addig is árgus szemmel figyelik az összes fajtát, és reménykednek, hogy a váratlan, szélsőséges időjárás elkerüli a borvidéket.